Kodály Zoltán akkor halt meg, amikor én már végzős általános iskolás voltam. Tehát ez egy igazi nagy korszaka volt a zene oktatásnak Magyarországon. Én is egy vidéki, dombovári fiú vagyok, aki megkapta ugyanazt a zenei oktatást, mint akár Budapesten, vagy Debrecenben, Szegeden. Tehát ki tudtam bontani azokat a tehetségbeli kis csírákat, ami bennem volt, és már biztos sok minden lehettem volna, tengerész, vagy fotográfus, vagy festő, vagy éppensége író, de hát mégiscsak e felé vitt a sors, és a zene vitt oda, ahova kellett. A színház manapság, mintha a szórakoztatóipar egy része lenne. Mint hogyha csak a pénzről szólna, mint hogyha csak a bulvárról szólna, holott a színház feladata nem ez. Mindig egy megtűr dolog volt, egy olyan fajta intézmény, ami hol jól, hol rosszul kötődött a társadalomhoz, vagy a nevezzük így most divatosan hatalomhoz. Tehát azt gondolom, hogy a színház története ennek a küszködésnek a története. A görögöktől a reneszánszon keresztül a barokk, a romantika, a modern színház, a polgári színház, ki a legmodernebb színház, az hol harcba áll a társadalommal, vagy a hatalommal, hol konszolidáltan áll, de soha nincs rendben ez a történet. Miért nincs rendben? Azért, mert a színház mindig globális dolgokkal foglalkozik, mindig nagy dolgokkal foglalkozik, nem kicsi dolgokkal foglalkozik, nem a hétköznap apró problémáival foglalkozik, még akkor sem, hogyha mondjuk az Ibsen Nórájában egy nő önállóvá válásának történetét, családi dráma történetét olvashatjuk el. Akkor sem a hétköznapról szól, hanem sokkal tágabb értelemben fogalmaz. A színház mindig nagy kérdésekkel foglalkozik, akkor is, hogyha a Godóra várva néhány szereplős darabját játsszák, és akkor is, hogyha Wagner Nibelung gyűrűjét játsszák, akkor is mindig globális kérdésekkel foglalkozik. A globális kérdések azok pedig, hol érdeklik a regnáló hatalmat, hol nem érdeklik, hol a saját magát óhatja benne látni, hol így támogatja, hol úgy elnyomja. Ez mindig így volt, ez soha nem volt rendben. Mit jelent az, hogy színház? Ugye az, hogy nézzünk egy történetet, elmegyünk, jegyet váltunk rá, nézzünk egy történetet, én ott vagyok, ott vannak a színészek fönt. Ha ez nem lenne, akkor ez hiányozna valakinek? Hiányozna. És itt van a lényeg, hogy tulajdonképpen teljesen fölösleges, és mégis hihetetlenül hiányzik. Azért hiányzik, mert újból és újból el kell mesélni az embereknek azt a történetet, amit 2000 éve se értettek meg, és most se értenek meg, és 2000 éve is eltöprengtek azon a sorson, és nem biztos, hogy a jó oldalra álltak, és most is ugyanúgy eltöprengnek rajta, és lehet, hogy a jó oldalra állnak. A színház erről szól, a döntésekről szól, ebbe veszünk részt. Már a kezdetektől teljesen világos volt a főiskolán, hogy ha nincs egy egyetértő csapat körülöttem, akik elhiszik, hogy én mit akarok, és én pontosan tudom, hogy őket hogyan kell vezetni, akkor nem lesz belőle soha semmiféle előadás. Csak akkor működik ez a dolog, hogyha ez csapatmunka, akkor működik, hogyha közös gondolkodás van. Csak olyan színházat érdemes csinálni, ami az emberért van, ami az emberről szól. Én azt gondolom, hogy úgy kell színházat csinálni, hogy aki bemegy és utána kijön, az egy más ember legyen. Az a színész, aki elkezd valamit csinálni, benne van egy darabban, amikor kijön a végén, más ember kell, hogy legyen. Tehát olyan minőségi átalakulásnak kell történnie, ami észrevétlen és szinte kimutathatatlan, se kémia, se fizika, se asztrológia nem fogja ezt kimutatni. De mégis végbe megy az emberbe egy olyan változás, ami egy lényeges változás. Erről szól a színház. Tehát azt mondják, hogy olyan előadás, én legalábbis azt mondom, hogy olyan előadás, aminek nincs fénye. Fénye. Azt nem érdemes megnézni. Mert ez lehúzó. Tehát olyan, mint hogy lemennék egy pincébe, és ott kutakodnék a sötétbe. Nem erre van szüksége a színháznak. A színháznak fényre van szüksége, hogy legyen fénye az előadásnak, és nem a sötétbe rántsa le az embert, hanem felemelje. És ez minden előadásnak a lényege.